Amíg a gyertya ég, addig azért biztonságban vagyunk, mert ugye van kellő mennyiségű oxigén a pincében. Ezt mondja Bősz Adrián, a Szekszárdi hegyközség elnöke, felhívva a figyelmet a színtelen szagtalan mustgáz veszélyeire, aminek a belélegzése akár halálos is lehet. A borásszal is előfordult, hogy szüret idején a pince fölötti irodában dolgozott, ám egy átjárónál nyitva maradt egy ablak, és a mustgáz kiszökött. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy egyre álmosabb vagyok, egyre többet ásítozok, először úgy érzem magam, hogy mintha nem aludtam volna egy napig, utána 2-3-ig, és akkor utána jöttem rá, hogy hoppá, hoppá, itt lehet, hogy éppen valami probléma van, abban a pillanatban kimentem a helyiségből, és a friss levegőn egy pillanatra másikra jobban lett az ember. Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója azt mondja, a megelőzés a legfontosabb. Érdemes különböző eszközökkel védekezni a mustgáz ellen borfeldolgozás idején. Például a föld közelében tartott, lapátra helyezett gyertyával, és ha elalszik, nem szabad szellőztetés nélkül lemenni a pincébe. De a széndioxid érzékelők is életmentőek lehetnek. A széndioxid mérgezésnek pontosan az a tulajdonsága, hogy alattomos, önmagában nem is mérgező, hanem kiszorítja a levegőből, vagy abból a térből a levegőt, az oxigént, és gyakorlatilag egy bágyadság, fáradtság jelentkezik, majd ájulás, és ekkor már nem képes a ezt elszenvedett személy arra, hogy bárkit értesítsen. Országosan évente mintegy tucatszor riasztják a tűzoltókat mustgáz okozta baleset miatt. Tolna megyében 2015-ben ölt utoljára a mustgáz, vagyis a széndioxid, ami a gyümölcs eljedése során keletkezik akkor, amikor alkohollá alakul a cukor.